arról szeretnék szólni nektek, hogy mit kell akkor tennünk, amikor nehezen jön a gyógyulás, vagy nehezebben jön, vagy olyan akadályoztatást érzünk, ami szinte úgy tünteti föl a helyzetet, hogy szinte lehetetlen ebből a helyzetből kijönni, olyan tünetekkel küszködünk, nem nevezem direkt betegségnek, hanem csak tüneteknek, mert az orvos hívja a betegségnek, mi pedig tudjuk, hogy Jézus elvitte a betegségeinket, hogy mi csak tünetekkel küszködünk, azokkal állunk szembe, és ahogy szembe állunk a tüneteknek, és ellenállunk, megvan írva, hogy azok elfutnak tőlünk, hogy megfutnak előlünk. És hogy erről lenne ma egy rövid kis üzenet. Néha a rövidebb több, mint a hosszabb, úgyhogy nem készítettem nektek hosszú tanítást, csak amire a Szent Szellem szabja. Hoztam igéket, hoztam elmélkedésre való dolgokat, és fogadjuk majd a szívünk közé, hogy a Szent Szellem adja ezt, jó? Amen. Egy gyönyörű szép proféciával kezdeném. Tehát az üzenet lényege, mit tegyünk akkor, amikor nehezebben jön egy gyógyulás? Amikor reménytelennek látszik egy helyzet. Hát vegyük elő a Bibliánkat, ott kezdjük. Ilyenkor is, mint mindig, az igével kezdjük. És az Ószövetség egyik legalapvető proféciáját el kell kezdenünk időzni, meditálni, elgondolkodni felette. Ugye, hogyha az ember, tegyük fel, hogy beteg ágyában van, akkor rengeteg ideje van. Ugye? Hogyha otthon van, és már nyugdíjas, és úgy érzi, hogy gyengébb, rengeteg ideje van. Mit tegyünk ilyenkor? Időzzünk többet az igével. Mert az igéből jön az az élet, ami minket meg tud eleveníteni. És Ézaiás profétánál van egy csodálatos alapige, amit tudnunk kell akkor, ha gyógyulást keresünk. Ez így szól a 4-es, 5-ös versben, az 53. fejezetben, ha valaki ezt nem ismerné. Így szól az ige, pedig betegségeinket ő viselte. Ezek tényállások itt. És fájdalmainkat ő hordozá. Vagyis alapkövek, hogy az én betegségemet Jézus elvitte. Ha ezt tudom, akkor a betegséggel szemben más lesz a viszonyom, a hozzáállásom. Ha tudjuk, hogy valaki innen, amit ide letettem, már elvitte, akkor tudjuk, hogy ez itt nincs. Akkor ez itt már nincs. Legfeljebb úgy tünteti föl magát, mintha ott lenne. De valójában már nincs ott. Mert a betegségeinket ő viselte, akkor rajtunk betegség nem lehet. Fájdalmainkat hordozta. Ha valaki elvitt valamit, akkor az nincs többé. Azok a fájdalmak, amelyeket észlelünk a testünkben, azok megint csak tünetek. Úgy láttatja magát az a betegség, vagy úgy láttatja az ellenség, hogy ott fájdalmaid vannak. De ezek megtévesztések. Mert Jézus valóban elvégezte ezt a munkát. És mi azt hittük, és itt jön a profétának az a szubjektivitása, hogy ő, aki ott áll a kereszt alatt, az hogy értékelte ezt a munkát? Mert ami szellemben végbe ment, azt nem láthatta, aki ott állt a kereszt alatt. Azt csak hitte. Azt hittük. Ugye sokszor hiszünk valamit, és nincs úgy. Ugye? Hiszünk, azt hiszük, hogy valami úgy van, és kiderül, hogy abszolút rosszul gondoltuk. Azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől, az valójában nem ostoroztatás, az korbácsolta, őt megkorbácsolták. Római időben korbácsolás volt. Azt hittük, hogy megkorbácsolták, megverték, és kínozták Istentől. Aki ott állt a kereszt lába alatt, az azt hitte, hogy Isten bünteti őt a saját bűneiért. Hogy olyan gonoszságot kellett, hogy elkövessen, hogy ezt a büntetést rá mérték, hogy Isten megengedte, hogy ilyen büntetést szenvedjen el. De valójában nem az ő saját bűnei miatt szenvedett, és nem az ő saját vétkeiért
kellett ott szenvednie. Az ötös versben megtudjuk, hogy ő azért sebet is ittetett meg, mert a mi bűneink voltak rajta. Ő megsebesítetett a mi bűneinkért. Ha terhel a lelkedben valami, ami lehet bűntudat, lehet vétek, lehet kárhoztatás, akkor tudatosítanod kell magadban, hogy ezért a bűn érzetért, vagy a bűn cselekedetért valakit megsebesítettek. És az Jézus volt. Ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, vagyis a szentségét vesztette el, amikor a vétkeinket Isten ráhelyezte. Többé a szent már nem volt szent, mert rajta voltak a vétkeink és a bűneink, de ezeket nem ő cselekedte, hanem Isten megengedte, hogy ő ezeket viselje. És a békességünk büntetése rajta van. Ezért lehet nekünk hatalmas, tengernyi békességünk, mert a békességünknek a büntetése, mert neked nem járna békesség, meg nekem sem, mert elkövettük azokat a bűnöket. És a szívünk jól tudja, hogy elkövettük azokat a bűnöket, és mégis Isten azt mondja, hogy én levettem a te szívedről, és ráhelyeztem a bárányra, a megváltóra. És ezért az ő békessége lesz a tiéd örökre, egy helycsere történik. Az ő tiszta, szeplőtelen voltát kapjuk meg, és leszünk az ő békességében megőrizve örökre, fájdalmak és betegségek nélkül, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Leírja az ige, hogy az a drága bárány azokat a sebeket, amit szenvedett, azt a mi gyógyulásunkért engedte meg Isten, hogy rajta legyen. És ha hitharcaid vannak, akkor időznöd kell ezzel az igével. Az ő sebeivel gyógyulánk meg, és ragaszkodnod kell hozzá. És nem mondhatod azt, hogy igen, de mivel a testemben ezeket végig szenvedem, akkor ez talán még sem igazság, amit le van írva. Elkezdenek a kétségek emészteni, hogy hát jó, le van ide írva, de nálam ez mégsem így igaz. Mert ezt meg ezt tapasztalom a testemben. Jönnek a kétségek, ha ezt megengedjük. Jönnek a kétségnek a különböző szintjei, amikor elkezdjük elveszteni a reménységünket, és az akkor már egy nagyon veszélyes hely, mert a hit a reménylet dolgok valósága. És ha a reménylet dolgaidat el tudja lopni az ördög, akkor a hitednek már nincs min utaznia, nincs min munkálkodnia. A hit az mindig egy képen dolgozik, a te reménylet dolgod a tökéletes egészséged, gyógyulásod. Az a te reménylet dolgod. És ha azt valahogy kétségekkel kivigyeskedve az ördög meg tudja tőled lopni, akkor a hited hatástalanná válik. Nem lesz hatékony a hited munkája, bár ugyanaz a hited van, mint előtte, mert a hit szellemi dolog. Csak a reménységedet vesztetted el. Úgyhogy óvatosnak kell lennünk, amikor a tüneteket hozza az ellenség. Ugyanis le van írva az igazság, és az új szövetségből megtudjuk, hogy teljhatalmat kaptunk az ellenség minden ereje felett. Teljhatalmat. Az azt jelenti, hogy ahogy te elrendeled, ahogy te parancsolod, annak úgy kell lennie. Nézzétek meg, hogy hány olyan bizonyságot olvasunk az imacsoportban, mert az emberek leírják, és úgy kezdik legtöbbször, van, amikor azonnali csodák történnek, és az dicsőség Istennek, ha megtörténik. De gyakoribb, amikor azt olvasjuk, hogy a hitem meg volt próbálva, és hónapokon keresztül, ahogy bejöttem az imakörökbe, vettem észre, hogy egyre jobban és jobban és jobban vagyok, és mára teljesen eltűntek a tüneteim. Hány ilyet olvasunk? Nem egyet, és nem kettőt, és súlyos dolgokból. És olyan esetekből, amikor az orvosok semmi reményt nem adtak a gyógyulásra. Isten mégis azt mondta, hogy itt van a reménységed. Itt van a te gyógyulásod. Ez meg van írva. Nem csak meg van írva, meg
van cselekedve, Isten megcselekedte. És ez mutatja azt, hogy kitartónak kell lennünk a hitünkben. Covid gyógyulások. Nem egyik napról a másikra történtek. És az orvos azt mondta, hogy nem sok esély van. Nem látja, hogy ebből lesz egyből a kettős. Amikor levették a lélegeztetőgépről, akkor ímé csodáknak csodájára lélegzik a drága testvérünk, és aztán egyre tisztább lesz, és könnyebb lesz. És van köztünk, aki 3 hónapot küzdött, mire föl tudott úgy állni. Ámen, itt vagyok, és meggyógyultam. Most ezek győzedelmes bizonyságok, de kitartó hitre volt szükség hozzá. Elmondom nektek, hogy Jézus hogy látja ezt az új szövetségben. Mit hagy ránk Jézus? Mert ez az Ószövetség volt Ézaiásnak csodálatos beszámolója a kereszthaláról. De mit mond nekünk Jézus? És a Jézus szavai pedig mindent visznek, ugye? Akkor nem egy proféta szólt, az is a Szent Szellem által van, de amikor Jézus szájából szól egy szó, hát arra föltehetsz mindent. Mindent. És Jézus azt mondja a Máté 28-ban, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez egy hatalmas kártya. Mert azzal, hogy minden hatalom nekem adatot, mondja Jézus, semmi nincs, amit azt mondhatnánk, hogy na, itt azért van egy kis esélye az ördögnek. Nincs. Mert minden hatalom Jézus Krisztusnak adatot. És ez úgy történt, hogy a 11 tanítvány elment Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, leborultak előtte. Ez is egy megható jelenet. Meglátjuk Jézust először, mit fogunk tenni? Leborulunk előtte. Mert olyan hatalmas, és a szeretete oly végtelenül átjárja az embert, hogy az embert egy csak leborulni a lába elé, ugye? Ezt fogjuk mi is tenni. Leborultak ő előtte, és némelyek pedig kételkednek. Isten óvjon minket a kételkedő szívektől. A szívünkben soha ne engedjünk meg kételkedést. Akár mit látunk, és akár, hogy alakul egy helyzet, a kételkedést kizárjuk. Ezt előre el kell határoznunk. Ez egy elhatározás. És hozzájuk menvén Jézus, szól a nékig mondván. És ekkor jön ez a mondat. Hogy Jézus oda megy a leborult tanítványok, ugye a láb előtt leborulva, és azt mondja nekik, hogy ezzel felemeli őket, hogy nekem adatot minden hatalom. Mostantól ne féljetek. Minden hatalom menjen és földön, és ezért menjetek el. És tegyetek tanítványokká minden népeket. Ha ez a hatalom nem adatott volna Jézusnak, akkor a tanítványokat kitette volna annak, hogyha kiküldi őket, akkor az ellenség felett ugye lett volna olyan szembesülés, ami fölött nincs hatalmuk. De ilyen nem volt. Minden esetben, amikor a tanítványok hittel mentek ezzel az adatott hatalommal, akkor győzelem volt a vége. Elmenvén azért, és minket ugyanígy kiküld Jézus. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Vagyis a mi dolgunk, és ki a tanítvány? Aki követi Jézust. Az a tanítvány. Tehát a tanítványtól nem követeltetik meg az, hogy például mindenben tökéletes legyen. Mondhatjuk, hogy ó, hát nem vagyok alkalmas tanítványságra, mert még ilyen hibáim vannak, és sorolhatod. De Jézus annyit mondott, hogy tegyetek tanítványokká. Mit jelent tanítványnak lenni? Ezt a hatalmat megérteni. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És ha ezt megértjük, akkor egy bátorság önti el a szívünket. Olyan bátorság, ami nincs a világban, nem tapasztalható. Sokan mondjátok, hogy kórházban voltatok, és a legszörnyűbb látvány, amikor a félelem megragad valakit. És ez a rettegés. És ugye a halálfélelem is ilyen, hogy már érzi, hogy közel van az, és remegnek az emberek. Mert nem tudják, hogy a Jézus Krisztusban kimenekedés lenne a halálnak a félelméből és a halál következményeiből. A Márk evangéliumban Jézus újra kiküldi őket. Ugyanez a szituáció, csak kicsit más szavakkal. Elmenvén ez széles világra, mondja a tanítványoknak. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.
Vagyis azoknak is, akik hisznek, és azoknak is, akik azt fogják mondani rá, hogy ne beszélj butaságokat, ne bolondságokat. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Tiszta válaszóvonal. Hisz vagy nem hisz? A mi szívünkben hit van. Azokat pedig, akik hisznek, vagyis most rólunk van szó. Ugye, mert hiszünk. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek. Az ellenség minden ereje. Az ördögök az ellenség tábora. Sátántól kezdve lefelé a beosztottjai. Vannak beosztottjai, mint egy jó főnöknek is vannak beosztottjai, de ő egy gonosz, de neki is vannak ugye, különböző szinteken, hatalmi szinteken, megvannak a beosztott munkatársai. De az összes felett hatalmat kaptunk. Az én nevemben ördögöket űznek. Jézus nem mondja, hogy nagy ördögöt, kis ördögöt, az ördögök főnökét, nem. Minden ördög ide tartozik, az én nevemben. Vagyis ha Jézus nevében kaptunk egy ilyen hatalmat, hogy elmehetünk a világra, hirdethetjük ezt az evangéliumot, és az ő nevében az ördögök engedni fognak. Ha kiejtjük, az a Jézusnak a nevében adatott ez a hatalom. És ma is lesznek olyanok, akik ezt ajándék formájában fogják megtapasztalni, mert a Jézus nevében gyógyító ajándékok szálltak alá. Gyógyító ajándékok vannak jelen, ezeket nem csak én általam közli a Szent Szellem, hanem vannak nálunk olyanok, akik az imákörben is mindig beírják, hogy hol van gyógyulás, úgyhogy egy csapat munka folyik, és sok gyógyulás lesz a mai napon. Az egyik, ami érzékelhető, az a vesében van. Egy erős gyógyító munka folyik a vesében, és azért tudja Isten megcselekedni, mert a Jézus nevét segítségül hívjuk. És a Jézus nevére az ördögnek engedni kell, a fájdalom pedig tudni kell, honnan van. Honnan van a betegség és a fájdalom. Hogy a jó ajándékok származnak Istentől, és az ellenségtől pedig az összes többi. A tolvaj nem egyebért jön, hanem hogy lopjon, öljön, pusztítson. És olyan keresztényt hallunk, aki azt meri mondani, hogy Isten tette rá ezt a betegséget, akkor próbáld meg valahogy meggyőzni Isten segítségével, hogy ne higgyen így, mert így nem lehet meggyógyulni. Akkor el fogja fogadni, sőt, dicsekedni fog vele, hogy Istenért szenvedem ezt a betegséget. Csak senkinek nem lesz jobb. Se neki, se Istennek. Istennek miért van szüksége rá? Istennek nincs szüksége rám, mert az összes ilyen gonosz munkát rá terhelte a fiára. Megváltásként. Miért lenne szüksége arra, hogy te szenvedjél? Úgyhogy ostobaságokat és csacskaságokat beszélnek azok, akik nem ismerik igazán az igét, csak hallomásból elhiszik, hogy valakitől hallották, és azt hiszik, úgy van. Tehát tévesen hisznek. Tévesen hisznek, és nem ismerik a Jézus Krisztusi hatalmat. Gyakorold a hatalmadat az ellenség felett. Az én nevemben, mondja Jézus. Vagyis bátran, a Jézus nevét bátran ejtsd ki. Figyelitek, az imakörben hányszor kiejtjük a Jézus nevét? Magamon veszem észre, hogy elmondunk egy imát, és a Szent Szellem hozza, Jézus nevében, a Jézus nevében. És mintha a szívünk időzne rajta. A Jézus nevében, a Jézus nevében. És közben elkezd kifolyni egy olaj. Egy gyönyörű gyógyító olaj. Az ő nevére. Hát az ő neve az, ami kiöntött drága kenetolaj, és ebben a névben van a hatalom. Minden ellenséges erő felett, és ezt nem én mondom, ezt Jézus mondja. Na most a Jézusnak a szavait megnéztük, hogy az én nevemben ördögöket lehet űzni. Az összes fájdalmat ki lehet űzni a testből, az összes betegséget ki lehet parancsolni a testből, ezek Jézus szavai. Na most, csatlakozzunk ide az apostolok szavaival is, jó? Mert ez Jézus. Ez Jézus, aki mondta, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, és mindenkinek mondjátok el, hogy az én nevemben hatalom van, a betegség felett. Nem kell a betegséget elfogadni, hanem mit kell tenni? Fogós ravasz kérdés, nagyon egyszerű kérdés. Megnézzük az apostolokat sorba. Mit mond Péter apostol?
Péter apostol hogy vélekedik erről, hiszen ugye a Szent Szellem által ihletve írták le az Istennek szent emberei, úgyhogy Istennek valamennyi szent embere, főleg az apostolok írtak erről, úgymond kommentárokat. Ugye, mit mond Jézus, és most mit írnak ők? Azt mondja Péter a levelében, hogy józanok legyetek. Először is, tehát józanul gondolkodjatok ezekről. És vigyázzatok, vagyis ez azt jelenti, hogy nem lehet úgy élni, hogy mindig minden holiday. Hanem igenis kell tudnunk, hogy egy olyan világban élünk, ahol az evilág istene ellenünk van. Bizonyos szinten. És vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög. Vagyis közli velünk, hogy figyeljetek, van egy ellenséged, és ezt nem Isten küldte rád. A ti ellenségetek az ördög. Tisztázza. Az ellenségetek az ördög. Nézzük, mit művel. Mint ordító oroszlán szerte jár. Vagyis, mit akar ijeszgetni? Az az első, hoz félelmeket. Körbe-körbe jár, egyre közelebb, kisebb körökbe, kisebb körökbe, kisebb körökbe, és nézi, hogy ki az, aki bedől ennek a félelemnek, ennek a rettentésnek, és azt elnyeli. Szerte jár, keresvény, kit nyeljen el? Vagy mi a szándéka? Levegyen a pályáról. És hogy csinálja? Úgy, hogy ijeszget. És a félelem a legnagyobb fegyvere. Ezért borzasztóan kell vigyázni arra, hogy a félelmet nem szabad megengedni a szívünkbe. Ha a szikráját észreveszünk, hogy valamin bedőlt, és azt mondja, hogy itt most majd megmutatom, és meglátod, hogy ez meg az lesz, és hogy anyagilag is tönkre mész, meg is betegszem, nem lesz, aki rád nézzen, családodat szétbomlasztja, mindenhonnan jönnek a nyilai, mit akar? Elnyelni. Lesöpörni a pályáról. És akkor itt vége lenne, akkor nem menne reménységünk. De folytatja. Azt mondja az írás, hogy akinek álljatok ellen. Kihívás. Álljatok ellen, és hogyan? Jaj, hogy álljak el? Nem. Így, ha így fognánk neki, akkor előre lehetne tudni, hogy ő a győztes. De azt mondja az ige, álljatok ellen, erősek lévén a hitben. És honnan veheted ezt az erőt, hogy te hitben erős vagy? Nagy titok. Ez a nagy titka a kereszténységnek. A világ nem tudja. Úgyhogy a nagyobb van benned. Isten közli veled a belső emberben az ő erejét, a Szent Szellemét. Úgyhogy amikor te azt mondod, hogy eddig, és aztán innen egy lépést sem, mert most rajta kaptalak. Rajta kaptalak, és megtiltom, hogy innen egy lépést tegyél bejjebb, akkor az ördög azt nem teheti meg. Mert te benned a nagyobb van, és azt írja, hogy álljatok ellen, erősek lévén a hitben. Ha ezt nem tudnánk megtenni, és ha az ördög erre nem engedelmeskedne, akkor az ige hazug lenne. Márpedig Isten igéje az igazság, és Isten maga az igazság, és a szájából az igazság származik ki. Vagyis meg tudjuk tenni azt, hogy ellenállunk neki, és méghozzá úgy, hogy erősek vagyunk a hitben. Azt jelenti, hogy erősebbek vagyunk nála. Ő benne. Nem a magunk erejéből. Nehogy azt higgyük, hogy magunktól olyan nagyon vasszizdatok vagyunk, ugye, az ördög eszemben. Simán elnyel, ha nincs benned az Úr szelleme. Addig jár körbe-körbe, hozza a félelmeket, hozza a tüneteket, hozza a betegséget, ez csak ham bekapott. Ha nem állsz ellen. Úgyhogy ezt nagyon meg kell tanulni egy kereszténynek, a szellemi fegyverzetét, és a legerőteljesebb fegyverzetünk, amikor Isten igéjét a szánkra veszük és kimondjuk. Mert amikor kimondjuk Isten igéjét azzal kapcsolatban, amelyben a kísértés szól, és a legtöbb ember a betegségben, meg az anyagiakban van megkísérte. Ez a két nagy tálcája az ördögnek. Melyiket kívánod, a betegséget, vagy a szegénységet? Így felkínálgatja. Mit kell csinálni? Ezt meg kell tanulni a rémákat. És szólni kell azt az igét. Ahogy kiszólod az igét, az a legerősebb fegyvere, és így tudsz erős lenni a hitben. Hogyha a szellem kardjával, az
egyetlen fegyverzetünk, eszköze, amivel az Efézus 6 felruház minket, mint támadó. Amivel jön az ördög, akkor támadni kell. Álljatok ellen, hogy teszed? Az igével. És ez az egyetlen, amivel kaszabolni, döfni, szúrni és gyilkolni lehet. A kard. A pajzsal nem tudsz. Az üdvösség sisakjával nem tudsz. Az övvel nem tudsz. Avval csak örülsz, hogy nem csúszik le a gatyó, ugye? De a fegyverzet, amivel az ördögöt ki tudod zavarni a házból, az Isten igéje. Az Isten igéje akkor, ha gyökeres a szívedben, és ott van a szádban. És azon, hogy meggyökerezzen a szívedben, ahhoz munkálkodni kell. Mert a maga, amikor beesik a szívedbe, akkor még nincs gyökere. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az igén időzünk. Ezért kezdtem az Ézaiás 53-mal. Ezt fölébresztenek éjszaka álmodból, akkor is tudnod kell, hogy ez megvan írva, és látnod kell őt a kereszten, ahogy ezt elszenvedte. Látnod kell ezt a drága Jézust, aki kivérzett a sebeiből azért, hogy te gyógyult lehessél. És amikor ezt látod, akkor az ördögnek nincs esélye. Mert akkor már nem látod a betegségedet, mert a betegséged ő rajta van. És fogod tudni, hogy az erősek lévén a hitben, mondja itt ez Péter apostol, tudván, vagyis tudnod kell még valamit, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Úgyhogy miért panaszkodunk, hogy jaj, miért esett ez rajta meg, jaj, miért esett az rajta. Hogy tehette ezt velem? Figyelj ide! Mi ugyanazon a pályán járunk, mint a világ. Ugyanazok a dolgok vannak jobbról és balról az útszélén, ha oda kitekergünk. És egyetlen egy, ami megkülönböztet minket, hogy itt belül a nagyobb lakik. Azért mondja, hogy figyeljetek, tudjátok már meg, hogy a világban is ugyanezek a megpróbáltatások vannak, ne sóvajtozzatok, meg ne panaszkodjatok, a panasz a legrosszabb. Akkor elpanaszolod mindenkinek. Elvesztetted az imád erejét. Akkor elkezdesz panaszkodni. Akkor mit fogsz elérni? Mindenki csak sajnálni fog. Jaj, szegény. Hogy történhetett vele ilyen? És közben mit történik veled? Csúszol lejjebb, és lejjebb, és lejjebb, és lejjebb. És az erődet veszted, mert ez a sajnálat, ez nem megerősíteni fog, hanem meg fog gyengíteni. Mert ugye elkezdett te is sajnálni saját magadat. Jó, Istenem, Istenem. Szóval megtanultuk Péter mit mond. Most nézzük meg, mit mond Jakab. Mert ezek fontos dolgok, amik az apostolok szájából származnak. Mit mond Jakab apostol? Az összefoglalót, a summa summarum, mindig csak azt mondom, jó? Tehát a lényeg, mi az, ami az egész levél csoda jó Jakabtól, de a Jakab 4-7 azt mondja, engedelmeskedjetek azért az Istennek, itt kezdődik, vagyis az igének engedelmeskedni kell, és álljatok ellen az ördögnek, és itt nincs vége, és elfut tőletek. Vagyis micsoda biztatás van az igében. Engedelmes légy Istennek, ez az első. Mert ha az ő igéjének, vagy annak a vezetésnek, amit mond, nem vagy engedelmes, akkor a teljes oltalmából valahol kicsúszhatsz jobbra vagy balra, de ha tutira ott vagy az ő engedelmességében, a szíved teljességében tudod, és nem károsztat semmi belülről. Mert nem érdekes, hogy kívülről károsztatnak, belül mi van, az a lényeg. Ott. Ha ott rend van, akkor engedelmes vagy Istennek. És álljatok ellen az ördögnek. Mit mond megint? Hogy jön az ördög, és jön piszkálkodni, és mi a dolgod? Hogy ellenállj neki erővel. Álljatok ellen az ördögnek, és happy end a vége. Elfut tőletek. Ki lesz a győztes? Akiben a nagyobb van. Aki az Úrnak a teste. Elfut, az ördög elfut tőletek. Elhihetjük ezt, hogy ez így van? Isten igéje. Nézzük meg Pál.
Pál levelét. Mert ugye a tanúk jönnek, egymás után sorakoznak. Mit mond Pál? Efézusi 6-ban. A 10-es vers. Végezetre, atyám fiai, vagyis ott azért érdemes elolvasni az előtte lévő sorokat, hogy azt mondja, összefoglalva, végezetre, atyám fiai. Legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. És elmondja, hogy nem a saját erődből kell ezt elvégezned, hogy erőlködsz az ellenséggel, mert a tolva itt van teremtés kezdete óta, és nagyon ravasz. És vannak tervei, mindenkivel szemben elkészítette a terveit, hogy kit, hogyan akar levedni a pályáról. Főleg legfinomabban mondtam. Kit, hogyan akar elpusztítani. De ha az ige szerint járunk, és minden lépést az ige szerint teszünk meg, és ezt az erőt tudatosítjuk magunkban, hogy ez bennünk van, ezt nem kell Istentől kérni. Ó, Uram! Adjál nekem erőt. Hát figyelj ide, benned van. Ott, ha befogadtad a Szent Szellemet, akkor nagyobb erőt már nem tud adni Isten. Csak azt az erőt tudatosítanod kell magadban, és tudatosítanod kell, hogy az a hatalmas erő nagyobb az ördög minden erejénél, és seregénél, és gonoszságánál. És ha nagyobb van benned, és ha nagyobb benned van, akkor igenis fel tudsz kelni abból a beteg ágyból. Akárhogy gyömöszölt be, bármivel húzott oda be, fel tudsz kelni? Nagyobb van benned? Hányan tudjátok, hogy ez az igazság, hogy már kiemel, ugye? Hány győzelmünk van már? És ezt mind föl lehet pecsételni arra a zászlóra, a győzelem zászlóra. Mondja az Ószövetség, hogy az Úr egy zászlót adott az övéinek. Tudod, milyen zászló ez? Az ő győzelmének a zászlaja. És arra rá lehet pecsételni ezeket a bizonyságokat sorba, hogy az ő győzelme. És az örömöt kell, hogy gerjeszen a szívünkbe. És nem csüggedést, hanem egy örömöt, egy életerőt kell, hogy adjon. Igen, és holnapra is fel tudok kelni, és holnap után még erősebb leszek. És több lesz a telítettség a véremben, az oxigén telítettség, és minden nappal jobban leszek. És magadat bátorítani kell, ha még ezek a helyzetképek nem is mutatják azt. De a hited által eljutsz oda. Nézzünk egy ellenpéldát. Előtte még az Efézus 4.27-ben. Azt mondja Pál, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Nagy ige ez. Mindenki saját maga tudja, hogy hol ad helyet az ördögnek, ha éppen van ilyen az életében. Ne adjatok helyet az ördögnek. Ez pedig azért van, mert hogyha már azt mondja Jézus, hogy jön az ellenség, de benne nincsen semmije. És ha nincs semmije, akkor nem kaphat részt az életedből. Akkor 100%-os erősséget tudsz benne uralkodni abban a helyzetben, és el kell dőljön a te győzelmedre a harc. De ha helye van benned valahol, lehet, hogy a gondolataidban, lehet, hogy a félelmeidben, de valahol, ha helyet adsz az ördögnek, akkor ez egy felhatalmazás, hogy gyere, parancsolj, és cselekedd meg. Ezért nagyon figyelni kell erre, és nem egymás életébe keressük, hogy vajon hol adhatod helyet, nem, az nem a te dolgod. Mindenki maga ad számot a saját életéről Istennek. De arra nagyon vigyázz, hogy a te életedben ne adj helyet az ördögnek, mert kapva kap rá, és azt a helyet elfoglalja. És kirakni sokkal nehezebb, mint amikor még azt gondoljuk, hogy be se engedjük őt. Nem sokkal egyszerűbb kirakni egy betolakodót, ha már bent van, mint ha még az ajtóból kopogtat, na menjél csak innen. Ugye? Nem ide való, menjél innen. Ezek nagyon fontos dolgok, amit gyakorolnunk kell, mert azért van ide írva a Biblia lapjaira, hogy legyetek erősek, ne adjatok helyet neki. Az ördögnek helyet nem adni, Jézus nevével lehet, és a hatalmunkkal. És a testnek a megfegyelmezése is fontos. Nézzünk egy ellenpéldát. Amikor valaki azt hitte, hogy hatalma van az ördög felett, és pórul járt. Van ilyen? Van. Van a Bibliában.
És csoda jó történet. Nagyon jó történet, a Szkévának, a főpapnak a hét fia. Ez Pálnak az efézusi szolgálata során történt, ahol az efézusiak olyan nyitott szívűek voltak, hogy 2 évet szolgáltott Pál köztük. És tanított, és tanított, és Isten hatalmas csodákat tett, azt írja, hogy nem közönséges csodákat tett Pál keze által az Isten, és elvitték ezeket a betegekhez, ezeket a testéről a keszkenőket, Abcsel 19-en vagyunk, és amikor ez itt írja és sorolja, és a gonosz szellemek kimentek, csak a zsebkendőtől, képzeld el, amiben kenet volt. Vitték a betegekre a Pál testéről a ruhákat, és a gonosz szellemek sikoltozva távoztak. Mi végezte? Isten jelenlét, ami eltárolódott azokban a zsebkendőkben. De ez az Isten jelenlét benned is ott van, és ott örökre ott van. És az ördögök sikoltozva mennek el. Ha tudomására juttatod, hogy a nagyobb van benned, és te általa ellenállsz. Na, most nézzük meg a Szkévának a fiait, hogy jártak. Pórul jártak. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül, ugye ezek nem azok a zsidók, akik templomba jártak, hanem voltak már akkor is olyan zsidók, akik össze-vissza jártak, itt is kicsi onnan és kicsi csipegetünk, és látták, hogy Pál űzi az ördögöket, illetve a kenet. És akkor ezek a lézengő zsidó ördögűzők elkezdték az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak. Vagyis azt látták, hogy hát kihegyik a Jézus nevét. És akkor a gonosz szellemek meg csak úgy röpülve, sivítva kifelé mennek. Ezt látták. És az nagyon megtetszett nekik is. És ezt elkezdték gyakorolni, mondván kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Hoppá! Hát, a baj ott volt, hogy ők személyesen nem ismerték azt a Jézust, akinek a nevét használták. Pórul is jártak. Voltak ott némelyek Szkévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelik valakik, ezt már eljutott a Jézus neve. És felkelvén a gonosz szellem azt mondta, a Jézust ismerem, vagyis a démoni birodalomban a Jézus neve minden hatósága. Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik ugyan kik vagytok. Na most képzeljétek el ezt a szitut, hogy a démon megszólal és visszabeszél. Már ez is egy olyan dolog, ugye Jézus azt mondta, hallgass és menj ki belőle. Tehát meg se engedte nekik, hogy megszólaljanak, mert nem kell, hogy osszák az ő bölcsességüket. Úgyis minden szavuk hazugság, nem? Hát a hazugságnak atyától vannak, nem tudnak igazat mondani. De itt felsorolták, hogy figyelj, a Jézust azt ismerem. Az oké. Okay. És a Pálról is hallottam, őt is láttam, ahogy üzik ki a démonokat. De te, téged nem ismerlek. És erre föl rájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz szellem volt, tehát látod a gonosz szellem, hogy használja az embert? Képes rá. Az az ember ugrott rá, nem a démonok, legyőzvén őket hatalmat vett rajtuk. Annyira. Tehát a kérdés látod, hol van? Ki kin vesz hatalmat? Vagy én veszek hatalmat az ördög felett, a Jézus nevében, ha Jézus bennem van. Itt az volt a nagy bibici, hogy a Jézus nem volt bennük. Nem tudták, hogy a Jézus be kell fogadni, csak úgy hallottak felőle, de igazából a Pál alkalmaira nem jártak el, hogy megtanulják. Csak látták, hogy Pál dobálja ki a démonokat, gondolták, hogy ők is megpróbálják. Na most megalapozott hit nélkül nem fog menni. Be kell fogadni a Jézust. Jézusnak azt mondja, én ő bennük, és ők én bennem. Ez egy kettős lakozás. Hogyha ő benned lakozik, akkor megvan az az erőt, hogy a démonoknak parancsol is, vagy a fájdalmaknak, vagy a betegségnek, és elmenjen. Én ő bennük, mondta Jézus. Ők én bennem. Az pedig azt jelenti, hogy te az igében lakozol, és nem tágítasz az igétől. Ez az a lakozás. Akkor az ördög képtelen lesz arra, hogy rád ugorjon, és azt csináljon veled, amit akar. Nem fogja tudni se a betegséget, se a fájdalmat, nem fogja tudni ezeket hozni, mert te vettél hatalmat felette.
Hát erről szól, hogy kivesz a másik felett hatalmat. Mert Jézus azt mondta, hogy minden hatalom nékem adatot menjen és földön. Akartok-e élni vele? Ha igen, akkor uralkodni fogsz az életben, az egy Jézus Krisztus által. De szegény Szkéva fiai nagyon porul jártak, mert mezítelenül, megsebesítve szegények, igazán sajnálom kömmel őket, amikor ezt olvasom, kézzétek elő, pucéran, rohantak ki a helyiségből, megsebesítve, elintézte őket ez a pár démonka. Hát szóval... És akkor aztán vannak olyanok, akik kimondottan arról híresek, mondják magukról, hogy ők démonokat űznek. A démont mindenki ki tud űzni, akiben Jézus szelleme van. És a Jézus szembesíti őt azzal a helyzettel. De neked nincs szükséged arra, hogy más űzze ki a démont belőled, ha esetleg lenne, mert te neked saját magadnak hatalmad van, hogy a démon bármit akar csinálni veled, neki távozz a neve. El kell távozzon. Jézus magát is megkísértette, mert pimaszok ezek nagyon, ezek az ördög fiókák. Jézust is megkísértette, magát Jézust, a sátán háromszor, meg megpróbálkozott vele. Tehát mind a szészegő kígyó, mindenhova szeretne bejutni, és hazugságokat szólni, és megpróbálni az illetőt, meg a helyzetet, és ostoba is egyben. Mert tudja, hogy mi van megírva a végére. Olvassa a könyvet. Hát tudja, mi van megírva. Mi a vége. Jézus is ezt válaszolta minden egyes kísértésénél. Azt mondta az ördögnek. Meg van írva. Ennyit. Ennyit mondott. És az a helyzet, hogy az egyik alkalommal, amikor a sátán kísértette Jézus, még az igét is idézte, csak egy picit tévesen. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ne csak úgy hallomásból tudd az igét, hogy hallottam már valamihez hasonlót, és akkor jön az ördög, és tévesen idézi neked, és belehúz egy csőbe. Csőbe húz. Nem. Pontosan kell az igét ismerned, és azt is tudnod kell, hogy ha az ördög sziszeg, és hamisan idézi az igét, akkor ő rajta kapatott. Mert az ige pontosan hogy van megírva. És a gyógyulásod abban meg van írva pontosan. És ellenállasz neki a kulcscsontban, és van drága szent gyógyító kenet. Egy dolog még, hogy miért lehetünk ennyire biztosak a hatalmunkban, hogy amikor olvassuk a Bibliánkat, vannak részek, amikre érdemes visszatérni, és újra visszatérni, és újra visszatérni, és újra, mert ezek öntözései lesznek, és ennyire erősebb meggyőződés lesz neked odabent, hogy ez így van. Hogy ez így van. Az Efézusi 2-ben Pál írja az efézusi tanítványoknak, pont akikről az előbb a történet keringett. Azt írja Pál, titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, ugye Ádában mindannyian meghaltak, tudjuk ezt, melyekben jártatok egykor, e világ folyása szerint, vagyis volt a múlt, amikor tettétek azokat a dolgokat, amiket aki annak a rabja volt. De, jön az ötös, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, és a bűn miatt halál, a büntetés, ugye, a bűn sorja halál, megelevenített együtt a Krisztussal. Az a megelevenítés azt jelenti, hogy feltámasztott, és kiemelt, és előhozott. Együtt a Krisztussal kegyelemből tartattatok meg, vagyis egy feltámadást élhettél meg Krisztussal, te, aki megvoltál halva a bűnöknek, és vele együtt feltámasztott, ez a megelevenítés után van a feltámasztás, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Mit olvasol itt? Hogy trónra lettél ültetve. Trónoz a mindenható egyszülött fiával. Látjuk most már jobban az összefüggés, hogy Jézus mondta, hogy nékem adatott minden hatalom,
és menjetek és tegyetek tanítvá, és hirdessétek, és üzzétek az ördögöket, és gyakoroljátok ezt a hatalmat, és álljatok ellen az ördögnek. Miért? Mert oda lettél ültetve az ő ölébe, az ő tróntermében. Mondta, hogy neki kicsit szökösen van, mert te is itt ülsz, nem? Jézus van, mindenki elfér. Ő benne. Az ő Krisztusi teste, ott trónol. Az ember az ő tróntermében. Ezt jelenti, hogy ő benne lenni a hatalom helyén. És ha Jézus parancsol, akkor mindenkit érdet hajt az egész világ? Te parancsszavadra ugyanígy, ha az ellenségnek nincs benned helye, akkor ő meg kinevet. Ne bózkodj már, együtt bulisztunk tegnap is. Mit parancsolgatsz nekem? Hát haverok vagyunk, nem? Tehát el kell döntened, hogy most kivel mész bulizni. De ha odaültetett a trónra az atya, és te élsz ebben a hatalommal, és ebben a szentségben és megigazultságban gyökeret veszel, és alapot veszel, akkor te a mennyei helyekről parancsolhatsz az alatta lévő, összes szinten lévő ellenséges erőnek. A Jézus nevében. Tehát a Jézus nevére minden térnek meg kell hajolnia. És ebben a névben uralkodunk. Menjen földön és föld alatt. Akkor marad egy darab démonka, aki azt mondja, hogy neki nem kell térdet hajtani? Nem. Mindegyiknek engedelmeskedni kell. És ez az örömhír. Teljhatalmat kaptunk. Uralkodunk az életben. Az egy Jézus Krisztus által, és ezt hit által tudjuk elvégezni. Összefoglalom gyorsan, addig megkérem a drága Betikéket, hogy foglaljuk vissza a helyünket. Ez az álljatok ellen az ördögnek valóságos. Komoly elhívás, mert gyakorolnod kell ezt. Ezt nem csak azért mondta a Biblia, és mondja Jézus, mert hogy legyen benne valami írva. Mert megfut előled, ha ismered a hatalmadat. Itt vannak Zoliék, akik karatéznak. Tudjátok, hogy miről szól az? Az egyik üt, aztán a másik üt. És amelyik erősebben üt a másikat, kiütötte. Vagy valami ilyesmi, gondolom. Ugye? Nagyon jó, nem karatéztam még, de küldi a képeket. Látom, lábukkal rúgnak meg, kezükkel mész. Borzasztó. Most csak képzeld el, hogy ilyen ütéseket kap az ördög tőled. Csak a Jézus neve. És eltávozol. És nem tud, és nem tud, és nem tud ártani neked. Hogy egy budokba vagy behelyezve, és felruházott téged ezzel a hatalommal. Ez egy teljhatalom. Uralkodni Jézus. És ha ellenállsz, és kitartó vagy a hitedben, akkor minden esetben az lesz a történet, hogy elfut tőled. És ha egyszer csak körbenézve, és azt látod, hogy szabad vagyok minden ellenséges köteléktől. Amen. Hát ezt röviden akartam volna. Sikerült-e röviden, vagy nem, ezt nem tudom. De hogy az Úr szerette volna, halljunk erről, és gyakoroljuk ezt. Ez nagyon-nagyon fontos dolog az életünkben. Hogy kicsiben kell rajta kapni őt, amikor még az elején van a piszkoskodásainak, hogy minél nagyobb teret nyer, annál nehezebb kipucolni őt az életből. És tanítsuk meg erre a fiakat, és a fiaknak fiait is. Hogy uralkodjanak az életben az egy Jézus Krisztus által. Gyógyulásnak is van 7 útja, majd beszélünk erről a következő alkalmakról. Elhatároztam, az elmúlt 3 évben egyetlen egy gyógyító üzenetet nem lehetett hallani a nagy körökben, úgyhogy elkezdünk ezzel foglalkozni. A gyógyulásról alaptanításokat és amit a szellem hoz. Hogy újra egy kenyér lettünk, és az új kenyérben nincs betegség, és nincs bűn. Amen.